ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És testvérek, évközi 25. vasárnapon a Szentmiség liturgiájában a Szentmiségünket termünk Gregor Istvánért halála első évfordulójára mutatjuk be, de ezen a Szentmiségünk különösképpen is az ünneplő házas páraként imádkozunk. Megköszönve mennyei Atyánknak mindazt a kegyelmet, segítséget, oltalmat, amelyet eddig adott a házas pároknak, és kérve őt, hogy továbbá is segítse kegyelmében őket, hogy kitartó szeretetben és hűségben tudjanak tovább élni, hogy házasság valóban örömteli és boldog lehessen. Kérjük hát, mennyei Atyánknak, adja áldást ezekre a házas párokra. Most pedig, hogy kérésünk meghallgatásra találhasson, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és várjunk meg bűneinket, így tiszta szívvel állunk, mennyei Atyánk elé. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van. Adja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönnyebbült rajta. Istenünkhöz, mert megkezdő a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az ég útjai a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez az Isten ígéje. Mert mind a kettő volt. Szeretnék elöltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy érdekel életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Égjetek már ti is Krisztus evangéliumához méltóan. Ez az Isten igéje. Miután napi egy ténárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is átcsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, s ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltak itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta neki, menjetek ti is a szőlőbe. Amikor aztán beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőt. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak.
Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy neki többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt fogtak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viselték. Ő azonban ezt felelte egyiknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem, de egy dénárba egyeztél meg velem. Fogd, ami a tiéd, és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézek, hogy én jó vagyok. Ezek az evangélium igény. És amikor megnyitottuk, hatalmas nagy lámpa égett, több méter magasra ment föl a lámpja, majd kis idő múlva kezdett lerohadni, egyre kisebb lett a lámpja, aztán összedőlt maga a lakás, de égett tovább. Már nem olyan nagy lámpa, de égett, sőt melegett. És azért jutott eszembe ez a tegnap esti jelenet, ma reggel is, hiszen ma a jubiláló házasokért imádkozva ő számolta kérve Isten áldását, egy kicsit úgy látom, hogy ilyen a házasok élete. Jön a nagy szerelem, lámpor, hatalmas lámpokkal megy, aztán éjjel darabig, lassan, lassan, lámpa kisebb lesz, de ég tovább. Aztán talán nem olyan lesz már az életünk, mint kezdetben volt, de a tűz nem alszik. Nem olyan hatalmas lámpa ég, mint kezdetben, de azért ég kitartott. És ma éppen azt ünnepeljük, hogy ez a lámpa még most is ég. Mert ha nem égne, akkor nem lennének itt. És mert ég ez a lámpa, ezért hálával tartozunk mennyei atyánknak, hogy megadta mindannyiunknak, hogy ez a lámpa ne hagyjon ki. Ott legyen benne. És bár sok nehézséget, bajt kellett elviselni az évek, évtizedek alatt, mégis ott ég a tűz. És kell is, hogy égjen tovább, hiszen ezért rendelt egymás mellé benneteket az Istennek, hogy egymást segítve, támogatva, táplálják egymás szeretetének tüzét, kísérve egymást, szépen haladjatok a beteljesedésre. Sok egészség persze, sokszor úgy érezteti az emberrel, hogy hiba volt talán, amit egykor kezdetben tettünk. Néha az ember, amikor összezörvel, hiszen tudjuk, hogy tányér és kanál nincs gyöngy és nélkül, akkor talán azt mondja az ember, hogy nem is kellett volna megtörténnie ennek. De azért valami mégis ott volt bennetek. Valami hasonló, mint Jeremiás prófétában, amikor az Isten mondta, hogy ne hirdesd a szavam az embereknek. Jeremiás pedig azt mondta magában, hogy elegem van már. Mindig csak azt kell mondani, hogy romlás, pusztulás. Én már nem legyek. Nem hirdetem az Isten szavát. De aztán lenni,
ilyen volt, mint a tűz gyúlt volna a szívemben. Mert és hirtelen Isten szavára. Úgy gondolom, ti is egy kicsit így voltatok, és lesztek is így valószínűleg, különösen a fiatalokon, hogy néha napján összezörögve, mégiscsak tovább kell menni. Egyszer egy házas pár már egy-két éve voltunk házasok, azon gondolkodtak, hogy nem ment házasztottak. Férfi azon gondolkodott, el sem tudtam képzelni korábban, hogy a sültségét ennyiféle módon el lehet mondta, mint ahogy a feleség. A feleség azon gondolkodott, hogy miért gondolja az ő férje, hogy a viccei azok olyan jó. Sokszor összekaptak. Aztán egy forró nyári napon nagy vita támad között azon, hogy megengedhetik-e maguknak, hogy kifessék a szobájukat. Férfi azt mondta, nincs semmi baj a szobáknak, maradjon csak úgy. Erre azt mondta neki a feleség, hogy smuci vagy, fukar. Férfi meg azt mondta, inkább legyek fukar, mint pancs. Addig veszekedtek, amíg férfi fölkapta az ablakon a kulcsát, és azt mondta, elég volt, elhagyta, és kiment a házba. Megkerült az autót, beült volán mellé, és akkor kinyílt az ablakon a másik ajtaja, az almosulé, és ahogy szokták mondani, és beült a felesége. Hát te, kérdezte a férfi, hol akarsz menni? Az asszony nevében nézett meg a elején. És egy kis idő után megszólalt. Ha te engem elhagysz, én veled tartok. A tűz, amely ott van az ember színében, a szeretett tüze, nem jön. Hogy még a veszekedés közepette, hogy az egyet nem értés közepette is valami kiújtsa ezt a tüzet. És hiszem, hogy ti azért vagytok most itt, hogy bármi is történik az eddigi években, a tűz ég bennetek. És azt remélem, hogy ezután is ég. Időnként azért ne felejtsetek el, hogy erre a tűzre rakni kell. Mert a táborotőz is szépen lassan kialudt, míg a segítem is kellett most azért, mert nem akartuk, hogy reggeli égjelünk. És ha kialudt, akkor már nem lehet körülérzni. De a ti szívetek már még ott van a tűz, hogy legalábbis a parázs, amire ma újra és újra raktuk olyan dolgot, amit égjelünk. Szeretettel, akkor lángolok, akkor újra én nem fog kialakulni. És ezért ne felejtsétek el, hogy a szeretet akkor marad meg a szívetekben, a nap mint nap ki tudjátok fejezni egymás után a szeretetet. A szeretetet. Nem kell hozzá hatalmas nagy dolog, nem kell nagy fatoskókat ráadnunk tűzre. Elég, ha csak karjakot vagy lábakot rakunk rá, hogy fölváltjuk a tűz. De minden nap kell valamit rávenni, hogy égjen. Kis apró cselekedet. Ne felejtsétek el, hogy a szeretet kifejezése nem abból áll, hogy fölvásároljuk a virágokat, és teletöljük a szobát virágokat. Mert az állapotban szedett kis mezei virág is fontosan kifejezik azt, amit érzik, hogy én akkor is rátadom, amikor nem vagyok vele.
Nem kell nagy dolgokat tenni, nem kell lehozni a csillagokat az égre, hogy olyan jó lejjel vannak az dolgok. És gyönyörűek le tudjuk lenni. De az, hogy átöleljük egymást, hogy amikor reggel külön várunk, külön megyünk munkahelyre, és este, amikor megérkezünk, akkor megúszunk, megcsókoljuk egymást, az szükséges. Ezek a kis apró dolgok az, amelyekkel képesek leszünk a tüzet föntartani, és én, de soha el. Azt kívánom meg nektek, hogy a szeretetnek ez a tüze éljen, ha kell, lobogjon bennetek. Újra is, hogy a föl lobogjon, felszítsátok magatokban, hogy egészen életetek végig kitartson, hiszen utána már egy kéz a kézben átlítja az örök élet kapját, az a tűz soha ki nem mondja. Egy kis verset szeretném elmondani nektek, hogy mit kellene, vagy hogyan kellene tenni. Azt hiszem, azért vagyok itt, mert törekedtek arra, hogy így cselekedjetek. Akit szeretsz, ajándékként fogadd az a kezéből, és légy hálás nekintség. Nem a te érdemed, hogy tiszta, szép, eszes, érette Isten áldott nevét dicsér. Akit szeret, szeres szerelmesen. Becézies, szép művi, gyöngyét szavakkal. Ha jönnek is a szürke köznapok, legyen virággal díszítve az asztal. Akit szeret, szeres imádkozni. Hordozd előtlenségeit szerinten. Állj érte napunként az Úr előtt. Kegyelméből javadra fordul minden. Akit szeret, szeres örvendezni. Ne verjen sárkat nálad a bánat. Harsanyag, kacaj, jókedvű beszéd, vidám ének szó rendje át a házat. Akit szeret, szeres hűségesen. Cserben ne hagyd soha. Légy hű alá. Boldog, ki társát boldoggá teszi, kinek az igen szent fénye világ. Amen. Jóságos és hatalmas mennyei Atyánk, hálát adunk neked a jubiláló házasokért, és bizalommal kérünk, hogy add áldásodat rájuk, hogy továbbra is szeretetben és hűségben éljenek, és a te utadat járva egykor örök országodba eljussanak Krisztus, a mi Urunk által. Most arra szeretném kérni a jubiláló házasokat, hogy jöjjenek ide előre, ha nincs ödeni, amikor mi áldás. Szeressétek tehát továbbra is Isten, ő legyen legfőbb kincsetek és végső célok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor mint hűséges a szolgáit fogadhasson titeket, és az örök életet adhasson utalmadok. Szeressétek továbbra is egymást, éljetek végességben és végzőségben. Egymás gyengét viseljétek kölcsönös közelemmel. Hordozzák
Ezzel így kincsetek magatoknak a kincseket, amelyeket a boly elhúzik, a rozsra meg nem néz. Kedves úr, imádok testvérek, ti, aki Isten akarata szerint jó és valsósban, felmondhatatlan szent házasságban, értetek neki is, most mindezen kérdemért hálát adva a Jóistennek, úgy ígyátok meg, egymásnak te szent kérdemért. Feleljetek a földnek kérdéseket. Kérdezzük tehát bennetek. Akartok-e sírni tartó dűségben és egymás segítő szeretetben élni továbbra is, és Isten segítségével? Akartok-e, mint a világ világossága, hitetekről és a felmondhatatlan szent házasságból jó példát adni a világnak Isten segítségével? Akarjátok-e, mint azt a házasságot és gyermekeiket megkeresztelésekor ígértétek, gyermekeiteket és a rátok bízott unokákat Isten félelemben és az emberek iránti szeretetben nevelni és segíteni? Isten kegyelme, segítsen benneteket, hogy esküvel tett ígéreteteket, melyet több éven keresztül viseltetek, most megújítottatok, mindvégig meg is tartsátok, és a hűségeseknek ígért örök élet jutalmát elnyerjétek, Krisztus, ami Úrunk által. Most pedig kis lapról mondjuk el közösen a hálaadó imánkat, megköszönve Istennek szeretetét és ígéretetével a hűségére. Jézus, ezen a szent órában köszönöm neked, kedves társamnak. Köszönöm minden munkáját, kövét és mosolyát. Köszönöm neked minden értelmezett áldozatát. Köszönöm neked az életet, amit együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat is, amiket egymással elhozhatunk. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét, mert mindezt köszönöm, esküvőn a mesterét. És semmiben esküvőn, hogy őt el nem adom, semmiféle bejárat, és semmi engem sem segítsen. Add a helyben nekünk, hogy egymást mindvárat szeressük, és a te szent törvényeid szerint élhessük. Segítségünk az Úr nevében, aki az egyet és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket az Úr, aki semmiből teremtette a világot. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És a kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te ajándékoztad meg ezen híveinek a munkás és szép élet kegyelmével. Add meg nekik, kérjük, hogy gondolattal és cselekedettel ezután is mindig a jóra törekedjenek, csak benned bízzanak, kegyelmet ajándékait elnyerjék, az őket egybefonó szeretetet megőrizzék, és a földi élet után hozzád az örök életre eljussanak, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mindenható és irgalmas Isten, a te akaratodból függnek életünk perceit. Te őrizted és tartottad meg itt álló híveidet a házasság szentségében. Sokat hívd meg irányunk irgalmadat, és engedd, hogy oltalmad alatt továbbra is áldják szent nevedet, amely áldott mindörökkön örökké. Áldjon meg benneteket az Atya Isten, őrizzen meg Jézus Krisztus, világosítson meg a Szent Lélek. Tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok. Forduljon belétek kegyesen az Úr, és adjon nektek békességet, életetek minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg nektek bűneitek bocsánatát, hogy részletek legyen az örök boldogságban,
mindörökkön követjük. A mindenlátó Istenének, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása és békéje szálljon le rá, és maradjon veletek mindenkor. Isten pedig az irántunk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Erősen a szeretet, a kín halálnál, se buzgó szerelem, keményebb a sírnál. És se buzgó szerelem, keményebb a sírnál. Mert te lángod, elángod, mint a tűz lángjaim, érted égnek, csak érted égnek, az Úrnak lángjaim. Az Úrnak lángai.
víze nem útja, Istenem nagy szerelmét, sok és nem pótolja. Istenem nagy szerelmét, sok és nem pótolja. Mert te lángok, elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek, szúrnak lángjai. Mert te lángok, elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek, szúrnak lángjai. Pecsét akarodra, legyek pecsét örökké.